Gipszagytömörék és útelterelés. Így nézett ki a Garai utcabát a Széken néhány hónappal ezelőtt. Az önkormányzat számos felújítás között a város egyik legforgalmasabb utcája a Garai utca felújításába és a vízelvezető korszerűsítésébe kezdett bele. Ez a város egyik legnagyobb jelentőségi utcája már csak azért is, mert ezen keresztül lehet megközelíteni a városi köztemetőt. Ezek pedig a mostani képek. A munkálatok eredményeként 248 méter hosszan és 5,5 méter szélességben elkészült az új útpálya. Ez szélesebb, mint az építkezés megkezdése előtt, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést. Sikerült a Garai utcában egy járdarekonstrukciót végrehajtani, csapadékvíz elvezetést kiépíteni zárt rendszer technológiával, illetve ezen a szakaszon megújítottuk a teljes aszfaltszőnyeget egy 5,5 méter szélességben, és emellett 17 új parkoló került kialakításra. Úgy gondolom, hogy ez a szakasz ez méltán megérett a felújításra, és egy kultúrát rendezett közlekedés biztosít majd a városi köztemető környékén. A ciklus ideje alatt 32 kilométernyi utat újítottak föl Bátaszéken. Emellett a Garai utcai beruházás kapcsolódott a temető korszerűsítéséhez is. A most elkészült útfelújítást a város saját költségvetéséből finanszírozta.